A kalászosok tűzvédelmi óbecsekösségi törzskara idén is tűzvédelmi és közlekedésbiztonsági képzést szervezett a gazdák részére, a betakarítási munkák idejére. Minden településen tartanak képzéseket, amelyeken mintegy 500 gazda vesz részt. Továbbá az óbecsei rendőrség és a bácsföldvári önkéntes tűzoltó egyesület képviselői is jelen lesznek az edukációkon. A kalászosok tűzvédelmi községi törzskara minden aratás kezdete előtt megalakul, és meghozza a tűzvédelmi tervet a kalászosok védelmére. A terv szervezési, műszaki, technológiai és oktatási nevelési intézkedéseket tartalmaz a tűzvédelemre vonatkozóan. Külön kiemelném annak jelentőségét, hogy minden mezőgazdasági gépezet, amely bármilyen módon részt vesz az aratási munkálatokban, tehát a kombájnnak, a kalászosok és a szalmaszállítására szolgáló traktornak és utánfutónak is, műszakilag kifogástalan állapotban kell lenniük, betartva minden tűzvédelmi előírást, és az előírásnak megfelelően meg kell őket jelölni a közlekedésben, valamint a tűzvédelmi törvénnyel összhangban tűzoltó készülékkel kell rendelkezniük. Évekre visszamenőleg nem volt nagyobb gond az óbecse községbeli szántóföldeken a betakarítás során, mert a gazdák betartják az előírásokat és az ajánlásokat. Nekünk már évekre visszamenőleg nem volt problémánk az aratási munkálatok során, sem a gépezet, sem a tarló szempontjából. Tavaly csak egyetlen beavatkozásunk volt, ami csak a tarlót érintette. Valaki ugyanis felgyújtotta a füvet, ami átterjedt a tarlóra. Amikor készülnek az aratásra, akkor az alap az, hogy a gépezet műszakilag kifogástalan legyen. Ezt már a mezőgazdasági termelők tudják. És azt is, hogy ez mit jelent. Nem szabad, hogy folyjon az üzemanyag, és ne legyen olaj a gépezeten. És miután felkészülten vágnak bele az aratásba, akkor a tűzesetek lehetősége, amiket senkinek sem kívánunk, a minimális százalékra csökken. Az aratás alkalmával is oda kell figyelni arra, hogy közben ne dohányozzanak, hogy ne közelítsenek nyílt lánggal, hogy nehogy a szántóföldön heggesszenek valamit. A gazdák mindezt már nagyon jól tudják, azonban az emberi faktor mindig jelen van, és erre nagyon oda kell figyelni. Mi minden évben rámutatunk a különböző dolgokra, és mindig felhívjuk a figyelmüket ugyanazokra a fontos dolgokra, amelyekre oda kell figyelniük, mert senki sem szeretne sem saját magának, sem másnak gondokat okozni. Bár az előadások minden évben ugyanazon az elven zajlanak, a gazdálkodók úgy gondolják, hogy emlékeztetni kell őket, és fel kell frissíteni tudásukat ezen a téren. Ezek az előadások nagyon sokat jelentenek számomra, ami pedig a felkészülést illeti, az éppen folyamatban van. Jelenleg a kombányt és a traktort készítjük fel, hogy minden meg legyen tisztítva, hogy a vezeték rendben legyen, hogy a gépezet és a megvilágítás hibátlanul működjön. Ez az alap, mert tiszteletben kell tartani az előírásokat. Volt-e már negatív tapasztalata az aratás alkalmával? Tűzeset vagy ehhez hasonló? Nekem személy szerint nem volt ilyen tapasztalatom. Éppen azért, mert minden évben nagyon odafigyelünk arra, hogy minden hibátlanul működjön, és hogy ne legyenek problémáink. Az előadások után aratás 2023 feliratú matricákat osztanak ki minden betakarítási műveletben résztvevő gépezet számára. Ha mégis tűz keletkezne, az illetékesek arra kérik a gazdákat, hogy először hívják a tűzoltókat a matricára írt telefonszámon, majd saját maguk kezdjék el az oltási folyamatot a tűzoltó készülék segítségével.